utolsó éjszakán társadalom. Nézzük meg, hogy nagyon teletünk magunkat. Nézzük meg, hogy mi is itt a Kína az éjszakai piac étel szekciójában. Nézzük milyen. Ezt tettük meg. Mi itt tettünk. Thanks. Menjünk fel erre. Itt mutassuk be az étel szekciót. Valami döbbenetes mennyiségű étel van itt. Nyugodtan. Na nézd meg az olyan. Több a vízbe mondani, vagy... Jó. Én ennyire izzadok közben, de hűtöm magamat ilyen sörre. Hol van a pénz? De közben itt is bemutatjuk ezt a másik asztalt. Ismét egy jó találmány. Mandarint préselnek le ilyen miniatűr üvegekbe. Körülbelül 20-40, hát olyan 40 cent per stük. Örülsz! Hihetetlen mennyiség étel. Minden, ami szemszájnak ingere. Ez nem tudom, mi lehet. Hínár. Olvasd a táblának. Ja, a táblán írja. Hát, ez nem tudom, mi hirtelen. Halak. Nem is győzi bemutatni. Zacskós leves. Úgy tényleg zacskóban van a leves. Oldalas. Levágtak egy ilyen oldalast? Pálma levélbe tekert hal.
biztos. Virág. Tiszta kész virágot? Igen. A csajnyos virágon. Valamint egy fogva kipakolt tojások? Az nem számít. Desszert szekció. Bofi. Bofi nem tudom, mi nem is fogom. Na, ez az utolsó estek itt Tájföldön. Még körülnézünk ezen a kis piacon. Aztán elbúcsúzunk ettől a rövid gatyás klímától, mert Európában ez az évnek ebben a szakában nem szokás. Még egy felvétel.